ilyen zsizmaszárszerű hangjának kell lenni. A szára után az első bajusz el van hervadva. A hangja és a száraz bajsza alapján is jó eséllyel megállapítható, hogy jó-e a dinnye. A fegyverneki határban is, mint ahogy mindenütt, ahol dinnyét termelnek az országban, előrébb jár a szezon. Tavaly július 20-án kezdték szedni a legédesebb zöldséget, idén már június közepén megkezdődött a betakarítás. Mi húsvét előtt elpalántáltunk, március 28-án, ilyenkor rá még egy évbe se. Körülbelül egy hónappal van hamarabb az első palántálás, mint ahogy megszokott. Sem az áprilisi hideg hullám, sem pedig a május végi, június elejé csapadék nem akasztotta meg az érést. Gyönyörű piros. A korai érésű fajták kilónkénti ára még súrolja 700 forintot, de ennél lesz jóval olcsóbb is a magyar görög dinnye, amely nem származási helyéről, hanem gömbölyded formája miatti görgő tulajdonságáról kapta a nevét. Természetes, hogy a magyar várom, nem a külföldön. Jó, azt is meg lehet tenni, szó se róla, de nagyon-nagyon várom. Még jó szokott lenni, meg szeretem is, mert de főleg az unokám miatt, az unokáim miatt. Tavalyhoz képest csaknem 20%-kal nagyobb területen, mintegy 3300 hektáron termelnek idén görög dinnyét Magyarországon. A várakozások szerint 140-160 ezer tonna lehet az idei termés. Görög-görög dinnyénk van, az pillanatnyilag nagyon finom édes, 4,50-ért áruljuk kilóját. Hát a görög dinnye magyar, az a június vége fele, július első fele lesz. Hát árat még nem tudunk, de szerintem olyan 300-350 körül lesz a amikor megjelenik a magyar dinnye. Sárga dinnyét alig 300 hektáron termelnek az országban, ebből 10-12 ezer tonnányi termés várható. Magyarországon az átlagos dinnyefogyasztás 10 kiló körül alakul személyenként, ezt az igényt bőven ki tudják elégíteni a hazai termelők, akik külpiacokra is eljutnak, hiszen idén is várhatóan 40-50 ezer tonnát tudnak külföldön, elsősorban Szlovákiában, Lengyelországban, Németországban és Csehországban értékesíteni.